180 ország 11 ezer kiállítója, 26 három emeletes luxus teremben a berlini vásártéren teljes gázzal startolt. Az idegenforgalmi világkiállításon egyesítették a propaganda stratégiát, beállították a trendeket, és a következő három napon a mesés standokon csábítják majd az utasokat. A kiállítás stratégia partnere az idén Lengyelország. Szerbia kiállítóhelyén a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet is bemutathatja tartományunk idegenforgalmi kínálatát. Általános álláspont a második vásári nap végén, hogy a tavalyi recessziós évben a kiállításnak több látogatója volt, de kikértem Pásztor István tartományi kormány alelnök véleményét is. Még érvényes mondatot megfogalmazni, mert ez a kiállítás második napjának a kezdete. A kiállítókkal beszélve én azt gondolom, hogy az általunk magunkban megfogalmazott várakozásoknak reményeim szerint a kiállítás, meggyőződések szerint a kiállítás eleget fog tenni. Itt most már ötödik alkalommal vannak jelen vajdasági kiállítók a szerbiai nemzeti standnak a keretein belül. A Vajdasági Turisztikai Szövetség van itt, négy községnek a turisztikai szervezetei vannak itt, illetve három turisztikai iroda van jelen. Az első 24 óra tapasztalatai arról szólnak, hogy van érdeklődés a vajdasági turisztikai lehetőségek iránt, és az a pénzügyi támogatás, amit mi mint gazdasági titkárság biztosítottunk a kiállítóknak, az egészen biztos, hogy igazolja a hozzáfűzött reményeket. A berlini idegenforgalmi világvásár vasárnap zárja kapuit. Hatása a világturizmus idei forgalmára már most is hangsúlyosnak mondható.